Jó, és akkor ezt így néz ki az a berendezett lakás élettér, ahol Anna életének legsötétebb időszaka játszódik. Több valós áldozat történetéből állították össze, mi volt vele, hogyan találta magát emberkereskedők fogságában. Megismerhetik azt, hogy milyen veszélyeztető tényezők tették, miatt vált ő kitetté arra, hogy az emberkereskedők áldozatává váljon. Ezek a tényezők legfőképpen az érzelmi elhanyagoltságból eredtek. A szüleivel nem jó kapcsolatot ápolt. Érdekes, hogy a szülei kifejezetten jó szakmákban dolgoztak, jó anyagi helyzetű családnak tekinthető Anna családja. Ennek ellenére a szülők nem tudtak vele foglalkozni, hideg kapcsolatuk volt a lányukkal, aki emiatt barátokat sem tudott szerezni, szociális készségei fejletlenek maradtak. Egyetemre járt, de ott is magányos volt, nem talált társat magának, pedig szeretett volna. Emiatt döntött úgy, hogy az interneten elkezd férfiakkal ismerkedni. Ekkor ismerkedett meg Bencével, a történet fiktív elkövetőjével. Bence pedig kifejezetten ezt az érzelmi gyengeséget, érzelmi elhanyagoltságot használta ki Anna tekintetében, pont úgy viselkedett, pont olyannak mutatta magát, mint az áldozatunk, hogy a bizalmába férkőzzön, és ezzel a bizalommal visszaélve Hollandiába csábítsa egy kirándulást színlelve, ahol aztán átadta kettő emberkereskedőnek Annát. A történetet hangszórókból hallhatják ebben a kamionban a látogatók, ahol a szexrabszolgaságra kényszerített lány testi-lelki szenvedését ismerhetik meg, miközben részt vesznek egy szabaduló játékban. Társadalmi tudatosításra célunk, az emberkereskedelem veszélyére vonatkozó tudatosítást, tehát szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a bűncselekmény milyen veszélyekkel jár, és ugyebár van az emberekben talán egy kép arról, hogy ez mit jelent, de más ezt megtapasztalni egy szimulált környezetben. És ennek a kamionnak ez a sajátossága, hogy a szabadulószobaként jelenik meg, tehát van benne egy kvázi játékos elem, ha úgy tetszik, de ezt a szó nemes értelmében értsük, tehát a megtapasztalva tanulást szolgálja. Ezért rendezték be a valóságnak megfelelően ezt a konténert, ahol úgy érezzük, mintha tényleg az áldozat élt volna itt. Amit meg lehet tapasztalni, az az a környezet, amiben egy kényszerprostitúció áldozata dolgozik, vagy dolgozhat. És a cél az, vagy az elképzelés az, hogy a szabaduló szoba mechanikát felhasználva, aki eljön ide, megpróbál kiszabadulni ebből a helyzetből, mint egy tényleges szabaduló szobában. Nem egyszerű kiszabadulni, és ez azt hivatott szimbolizálni, hogy ebből a helyzetből a valóságban is rettenetesen nehéz kiszabadulni, segítség nélkül szinte lehetetlen. A hatóságok, az áldozatsegítő központok segítsége nélkül ez ritkán tud sikeres lenni. A szabaduló kamiont egy holland alapítvány működteti, a Pécsi Jogi Kar emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoportjának szervezésében érkezett Pécsre a különleges jármű. A szabaduló kamiont bárki felkeresheti még péntek délután 4 óráig a Tudásközpont mögötti szervízúton.